Imapercek Jász Beatrix evangélikus esperessel. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Uram, adj tiszta elmét, hogy lássak. Uram, adj alázatot, hogy halljak. Uram, adj szeretetet, hogy szolgálhassalak. Uram, adj hitet, hogy benned maradhassak. A 90-es és a 39-es Zsoltár szavait olvasom. Uram, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Add tudtomra, Uram, életem végét, hadd értsem meg, hogy milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá szabtad napjaimat, életem ideje semmiségte előtted. Csak egy fuvallat az ember élete, tova tűnik nyomtalanul, mint az árnyék. Mit is várhatnék én még, Uram, beléd vetem reménységemet. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mind örökkön örökké. Uram, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A mai alkalomnak, a mai áhítatnak a címe lehet ez is, a megelégedett Isten, vagy a gyönyörködő Isten. Sokszor emberi tulajdonságokkal szoktuk felruházni a mennyei Atyát, az Úristent, a Mindenhatót. Azt szoktuk mondani, és talán néha így is tanítjuk a gyermekeinknek, unokáinknak, hogy az Úristen is örül annak, és az ő angyalaival együtt örül annak, hogyha jót teszünk, vagy jót teszel, és szomorkodik, bánkodik, vagy egyenesen sír akkor, amikor valami rosszat teszel. Most azt az Isten arcot próbáljuk megközelíteni, egy kicsit átgondolni, körbejárni, ami a címben is szerepelt, a gyönyörködő Isten arca, vagy a megelégedett Isten arc. Szeretném megmutatni ezt az Isten arcot, méghozzá két igehely kapcsán. Az egyik a Teremtés könyvéből való, Mózes első könyvéből, amikor is látta Isten, hogy minden, amit teremtett, jó. Minden nap vége a teremtés történetben így zárul le, íme jó. És a végén, amikor már mindent megteremtett az Úristen, akkor rá erősít erre, azt mondja, hogy íme igen jó. Akkor, amikor az Úristen megteremti ezt a földet, amikor lehetőséget biztosít arra, hogy élet legyen ezen a földön, hogy növények, állatok legyenek, és amikor megteremti magát az embert, amikor végig tekint az alkotásán, akkor megelégedettséggel azt mondja, íme jó, íme minden igen jó. A tenger, a szárazföld, az ég felhői, a mezei kis virágok, az elefánt, vagy éppen a hangya, és a földön maga az ember, a férfi és a nő, íme igen jó, mondja rá az Úristen. Szinte látjuk lelki szemeink előtt, ahogy végignéz a teremtés, a teremtett világ gyönyörűségein, a teremtés csodáján, és megelégedetten azt mondja, íme igen jó. Mint aki jól végezte dolgát, mint aki gyönyörködik abban, amit lát, a végeredményben, és ehhez azt hiszem, hogy tudunk mi is kapcsolódni, mi emberek. Méghozzá akkor talán, hogy csak néhány példát említsek, amikor rendrakás végén jól érezzük magunkat, amikor a takarításban érezzük a friss függöny illatát, vagy a mosásnál érezzük az öblítő illatát, vagy egy-egy kertrendezésnél ilyenkor
ősszel gyakorta tesszük ezt, hogy kigazolunk, elrendezzük a dolgokat azért, hogy jöhessen aztán az ősz és a tél, a megnyugvás időszaka. Egy-egy ilyen alkalom után megpihenhetünk, végignézhetünk azon, amit tettünk, amit elértünk, az eredményeinken, és azt mondhatjuk, hogy íme igen jó, jó az, amit csináltunk, jól érezzük magunkat ebben. Azonban van árnyék is, itt az emberi megelégedettséget próbálja beárnyékolni, és gyakorta sikerül is neki. Többfajta betegségünk is van, amely ezt megakadályozza, ezt a megelégedettséget. Hogy csak néhányat említsek, akkor amikor alulértékeljük önmagunk vagy mások munkáját. Amikor dicsérő szavak helyett, vagy megelégedettség helyett azt mondjuk, hogy ó, hát ezt könnyű volt elérni. Amikor talán még egy gyermeknek is a dicséret helyett azt mondjuk, hogy ezt elvártam tőled. Gyakran van úgy, esti lefekvéskor, amikor végig gondoljuk a napunkat, akár ha az borzasztó sűrű programokkal volt teljes is, hogy azt mondjuk saját magunknak, talán félhangosan vagy csöndesen, hogy hát ezt elvártam magamtól, hogy mindezeket véghez vigyem, mindezt megtegyem, mindezeket az eredményeket elérjem. Aztán másik nagy árnyék vagy betegségünk az, amikor felül értékeljük az erőfeszítést. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy ellenkező eredményt érünk el vele, mondjuk akkor, amikor egy kis gyermektől valamit elvárunk, és azt meg is teszi, és csodálatos nagy örömünnepet ülünk fölötte. A gyermek is érzi, hogy ez túlzás, hogy ezt nem érdemelte meg, és mi magunk is tudjuk, hogy ez így nem helyes. És a harmadik árnyék, amely a megelégedettségünkre rátelepszik sokszor, hogy nem hagyunk időt magunknak a megelégedettség átélésére. Nem hagyunk időt magunknak arra, hogy letelepedjünk a fotelba, és gyönyörködjünk azon, amit elértünk, vagy végig gondoljuk azokat a elért értékeket, amiket megvalósítottunk, vagy feladatokat, eredményeket, hanem abban a pillanatban, hogy lehuppanunk a fotelba, vagy egy kicsi nyugalmat lelünk, vagy találunk magunknak, már rögtön azon kattog az agyunk, már rögtön azon kezdünk el gondolkodni, hogy még milyen feladatunk van, még mit kellett volna elvégezni. Olyan jó lenne, hogyha a megelégedett, gyönyörködő Istenről példát tudnánk venni, és megadnánk ennek a helyét, az idejét és a módját, amikor megelégedettek lehetünk. Akár a saját munkánk eredményével, akár azzal, ahogy körbevesznek minket a szeretteink, akár az őszi napsütéssel, akár az áporozó esővel. Amikor a megelégedettség idejében feltöltekezhetünk, és kapunk erőt és energiát a következő feladatok megoldásához. Jó, íme igen jó, mondja az Úristen a teremtés végén, amikor az emberre, a férfira és a nőre tekint, amikor a teremtett világra, a mi földünkre tekint. És a másik igehely pedig, amely ide kívánkozik, az az ige, amely Jézus Krisztus keresztelésekor hangzik el. Jézus Krisztust keresztelő János a Jordán folyóban megkereszteli, és utána, amikor kiemeli a vízből, amikor kijön a vízből, akkor mennyei szózat hallatszik, és mindenki hallja ezt a környéken. Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, és kiegészítve más evangéliumokba azt olvassuk, hogy őt hallgassátok. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mondja az Úristen. El tudjuk képzelni ezt a gyönyörködő Úristent,
aki rátekint az ő fiára, és megelégedetten mosolyog rá vissza a mennyből. Jézus Krisztus ekkor már ugye felnőtt, tulajdonképpen így kezdődik az ő küldetése, megkeresztelkedik. És keresztelő János azt mondja neki, hogy hát nekem kellene általad megkereszteltetnem, te pedig fordítva így jössz hozzám. És azt mondja neki Jézus, hogy hajd, hogy így teljesítsük be az Isten akaratát. No hát, ami az Isten számára azt a megelégedettséget és gyönyörködésnek, ennek a megelégedettségnek és gyönyörködésnek alapot adott, ez nem más, mint az, hogy hogy Jézus Krisztus az ő akaratát teljesítette be. Megkeresztelte őt, keresztelő János, és Isten parancsa szerint elindult azon az úton a megváltás művét véghez vinni, amelyre az Isten őt elrendelte ebben a földi világban. Meghitt pillanat ez, és az evangéliumokban azt olvassuk, hogy a Szentlélek galamb formájába, a vállára vagy a fejére szállt Jézus Krisztusnak, azaz, hogy lehetett hallani az isteni szózatot, lehetett látni Jézus Krisztust, amint éppen a keresztség vize által megkeresztelték, és lehetett látni a Szentléleknek a jelképét galamb formájában. Csodálatos egység ez, csodálatos harmonikus pillanat ez, amikor Isten, a mennyei Atya, gondviselő, mindenható mennyei Atya megelégedetten van jelen ebben a világban, mert Jézus Krisztus beteljesítette az ő akaratát, eljött, hogy Isten szeretetét közvetítse számunkra. És ott van a Szentlélek az ő áldásával, az ő bátorításával, azzal, hogy Jézus Krisztus mellé áll, és ott van végig vele, egészen a keresztútig, vagy még azon is túl. Csodálatos meghittség, a megelégedettség, a gyönyörködés pillanata ez. Kívánom azt, hogy többször gondolkodjunk el ezeken az igéken, hogy hassa át ez az indulat, ami szívünket és lelkünket, akár a mai napon, akár az előttünk álló napokban. És a végére pedig egy ősi ír áldást hoztam. Legyen életutad járható, azt kérem számodra. Fagyos, dermesztő napokon valakitől kapj mindig meleg szavakat. Sötét éjszakáidat teli hold világítsa meg, és járható út vezessen mindig házadig, s örök hazádig. Ha bajban vagy, Isten ne aludjon bárkádban soha, oltalmazon borítsa fölét tenyerét, és útjait fölfelé vezessenek. Az időjárás ne legyen ellenséged, hátszéllel járj, s a vihar ne sodorjon szakadékba. Mire az ördög észbe kap, hogy te arra jártál, már régen a mennyországban legyen otthonod. Ezzel az áldással gondolunk ebben az időszakban, különösen is, október és november környékén, azokra, akik előre mentek, azokra, akiktől már el kellett búcsúznunk itt ebben a földi életben, már nem találkozhatunk, de a feltámadás reménységében tudjuk őket elengedni, emléküket megőrizni, hiszen Jézus Krisztus által az örök élet ajándékát kaphatjuk meg. A megelégedett Istentől, aki gyönyörködik az ő teremtményeiben, benned és bennem, és gyönyörködik az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, aki engesztelő áldozatként az Úristen számára bocsánatot szerzett nekünk, és így mi is megelégedettek lehetünk. Kísérjen minket Isten áldása utunkon. Amen.